Ezen a nyáron sem kell nélkülözniük a rászoruló gyermekeknek a meleg ebédet. Az önkormányzatok a szünidő alatt is biztosítják azt számukra. Az egy hete tartó vakáció kapcsán a táborozásról is hallhatnak műsorunkban, ahogy további témákkal is foglalkozunk. Lássuk is a kínálatot, üdvözlöm Önöket! Átalakítás, alapítványi fenntartásba kerül a Nyíregyházi Egyetem. Vakáció, idén minden eddiginél több diák nyaralhat a Balatonnál. Tisztújítás, új elnök a Nyíregyházi törvényszék élén. Az eddigi állami helyett alapítványi fenntartásba kerül augusztus 1-től a Nyíregyházi Egyetem is. Az átalakítástól jobb színvonalú oktatást és az intézmény regionális tudásközponttá válását remélik. Az egyetemen egyébként múlt héten lezajlottak a záróvizsgák, hamarosan pedig a diplomaosztóra is sor kerül. Köszöntöm a stúdióban Vasné dr. Figula Erika rektorasszonyt, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! Izgalmas másfél hónap áll Önök előtt, úgy gondolom. Nagyon nagy változás ez az egyetem életében. Milyen hatásai lesznek egyrészt az oktatókra nézve, másrészt pedig a hallgatók szempontjából? Tehát valóban nagyon kemény időszak állt mögöttünk, főleg ott az első időszak, amikor a döntést meg kellett hozni, hogy változtatni kívánunk, és alapítványi formában szeretnénk tovább működni. Ez minden szempontból változást jelent. Az oktatók és a dolgozók szempontjából azt, hogy kikerülnek a közalkalmazotti törvény hatája alól, és a munkaszerződés lesz érvényben a minden munkavállaló esetében. Tehát, hogy a megszerzett jogokat mennyire tudjuk megtartani, az egyéni, az egyetem vezetés és a kuratórium alkujának a tárgyát képezi. Milyen előnyei lehetnek ennek az oktatók szempontjából? Hát, ezt azért tudjuk, hogy nagyon alacsonyak a bérek, igen, pillanatnyilag. Igen, hát ez egy, bízunk benne, hogy a béreket rendezni tudjuk. Ígéretet kaptunk már most a 2x15%-os béremelésre szeptember 1-től és január 1-től, de természetesen a kuratóriumtól függ, illetve majd az egyetem anyagi helyzetétől, hogy hogyan tudunk még bért emelni, illetve hát újdonság lesz mindenképpen a differenciált bérezés. Ennek a rendszerét már mi az oktatók vonatkozásában ki is dolgoztuk, illetve a dolgozók, egyéb dolgozók szempontjából már most gondolkozunk azon, hogy milyen szempontokat vegyünk figyelembe a minőségi és differenciált bérezés bevezetéséhez. Mikor volt utoljára komolyabb béremelés a felsőoktatásban? Hát olyan tavaly meg tavaly előtt minimális bérrendezés volt, de igazán a nagy bérrendezés az egy olyan tizen akárhány évvel ezelőtt. Akkor éppen itt, igen, éppen ideje, hogy rendeződjön. Mi az, ami körvonalazódik? Augusztus 1-től ugye feláll az új rendszer, már most a munkaszerződéseket készítjük. Én azért azt most kiemelném és hangsúlyoznám, hogy a hallgatók ne tartsanak ettől a változástól, hiszen az állami finanszírozott helyek megmaradnak. Nagy változás lesz az, hogy az állammal köt az alapítvány szerződéseket. Lesz egy hosszú távú stratégiai szerződés, egy ilyen 15-20 éves stratégiai szerződés, és lesznek rövid távú 5 éves ciklusokra vonatkozó szerződések. A megrendelő, hogy milyen szakok legyenek, ez a magyar állam fogja megrendelni, és adja hozzá az államilag finanszírozott helyeket. Mennyire van speciális helyzetben a Nyíregyházi Egyetem itt az ország északkeleti csücskében? Én azt gondolom, hogy nem vagyunk összehasonlíthatók más nagy tudományegyetemekkel, de nagyon fontos a régió szerepünk, és nagyon fontos az, hogy ennek a régiónak hosszú távon is megmaradjon az önálló felsőoktatási intézménye. Mondhatjuk, hogy más a funkciója egy kicsit ennek az, igen, egyetemnek, mint, igen, mondjuk egy ELTE-nek Budapesten? Igen, hiszen az ELTE mondjuk az tudományegyetem, mi pedig alkalmazott tudományegyetemek vagyunk, ami azt jelenti, hogy a gyakorlati képzésre helyezzük a fő hangsúlyt, tehát a tőlünk kikerült szakember
ennek a gyakorlati tudása az megalapozottabb lesz, és inkább a gyakorlat kerül túlsúlyba az oktatás során, és nem pedig az elmélet. Ez a speciális helyzet vajon meg tud majd jelenni ebben az új formában? Tehát tudják majd érvényesíteni ezt a szemléletet? Én azt gondolom, igen, hiszen már elindult ez a folyamat a duális és a kooperatív képzések bevezetésével, tehát bizonyos szakokon már körülbelül 70 céggel kötöttünk együttműködési megállapodást, akik várják a hallgatóinkat. Ugye a duális képzésnél rögtön úgy kezdi el a hallgató a tanulmányait, hogy már részt vesz a cég, az adott cég életében, működésében. A kooperatív képzésnél egy 100 kredit teljesítése után tud kimenni a munka világába, és ez nagyon kedvelt forma, hiszen úgy fog végezni a hallgató, hogy már gyakorlati tapasztalatra tesz szert. És talán még munkahelye is lesz. És talán még munkahelye, mert hogyha azon a munkahelyen ővel elégedettek, és már ugye betanították, bedolgozta magát. Magát, akkor bizonyára ott is tud maradni. Amennyire tudom, egy bizonyos platform is körvonalazódik ennek mentén. Igen, ez az innovációs platform, itt is megkötöttük a területi innovációs platform kapcsán cégekkel lesznek együttműködési megállapodásaink, és ugye nem csak a hallgató képzésében, hanem közös kutatások, közös projektekben, pályázatokban fogunk a cégekkel együtt részt venni, tehát mindenképpen a munkavilágával fogjuk intenzívebbé tenni a kapcsolatunkat. És ennek már vannak jó tapasztalata is, hiszen ez már elindult. Igen. És a múlt héten lezajlottak az záróvizsgák is. Ez milyen Igen. sikerrel zárult? Igen, 690 hallgató tett záróvizsgát, ez sikeresek voltak a záróvizsgák, természetesen a járványügyi szabályokat betartottuk, és mindenképpen meg fogjuk tartani a július 3-án 11 órakor a diplomát adó ünnepség, oklevélát adó ünnepségünket. Nagyon várják ezt a fiatalok, hiszen tavaly előző évben ez elmaradt, úgyhogy most jelentkezhettek az oklevélát adó ünnepségre a januárban záróvizsgázott hallgatók is, és a most záróvizsgázott hallgatók is. Az idei diplomát befolyásolja a nyelvvizsga megléte vagy hiánya? Jelen tudásom szerint gondolkodnak azon, hogy az idén is elengedjék-e vagy nem a nyelvvizsgát, ennek még a döntéséről nem tudunk hivatalos információkat. El kell, hogy mondjam, hogy a hallgatók bíznak benne, hogy hát, ha most is megkapják ezt a lehetőséget. Ez a mi térségünkben azért nagyon fontos, mert azért egy nyelvet megtanulni, nyelvvizsgázni nagyon nehéz úgy, hogyha igazából nem tud mondjuk a diák magántanárhoz fordulni, és nálunk valóban nagyon kevesen engedhetik ezt meg maguknak, és ezért nagyon sok hallgatónak nincs meg a nyelvvizsgája. És tegyük hozzá, ami szintén specialitás a Nyíregyházi Egyetemen, hogy nagyon sok az első generációs értelmiségi. Igen. Igen. Nagyon sok az első generáció, akinek az már önmagában nagy dolog, hogy diplomát szerez, természetesen szükség van a nyelvtudásra, bár én azt gondolom, hogy nagyon sok területen attól még nagyon jó csecsemőgondozó lehet valaki, és nagyon jó óvónő, tanítónő, hogy mondjuk nincs nyelvvizsgája, nincs nyelvérzéke, és sokkal nehezebben tanulja meg a nyelvet, mint esetleg egy más gazdagabb helyről származó diák. Tehát én úgy gondolom, hogy persze vannak olyan területek, ahol elengedhetetlen. Én, ha ez rajta múlna, akkor én különbséget tennék a különböző szakok között, hogy szükséges-e a nyelvvizsga hozzá, vagy nem. Lesz ebben szabadsága mondjuk az új szervezett egyetemnek? Úgy gondolom nem. Ebben nem. Úgy gondolom, hogy nem, mert ezt törvények szabályozzák, tehát igazából nekünk azt kell végrehajtani, ami törvényileg előírt.
alapítványi formában. Igen. És igen. Milyen év elé néznek, már zajlanak a felvételi eljárások, mire számíthatnak szeptembertől? Hát egy körülbelül 20%-kal több hallgató jelentkezett hozzánk, számszerűen 4107 hallgató adta be a jelentkezését, ebből első helyes 1250 körül van. Én bízom abban, hogy elérik a ponthatárt, és ezt az 1250 embert fel lehet venni, illetve más egyetemekről is még csorognak ide hallgatók. Nagyon-nagyon népszerű az óvodapedagógus szakunk és a gazdálkodás menedzsment. A gazdálkodás menedzsmentet azért emelném ki, mert ott elég magas az előre megállapított ponthatár, tehát 400 pont, illetve ezek a képzések önköltséges képzések. De az, hogy sokan jelentkeznek, az biztos, hogy szerepet játszik, hogy nekünk van egy speciális ösztöndíjunk a Magyar Nemzeti Bankkal, és tulajdonképpen a tehetséges hallgatókat az évente körülbelül egy olyan 15-20 fő havonta támogat a Nemzeti Bank, és ezáltal majdnem, hogy az önköltségüket ki tudják váltani. Illetve hát az egy nagyon nagy előny, hogyha elmehet valaki a Nemzeti Bankban gyakorlatra, és ott tesz szert szakmai tapasztalatra. Rektorasszony, köszönjük, hogy befáradt hozzánk, és mindezekről beszámolt nekünk. Én köszönöm a lehetőséget. Egy hete elrajtolta a 2,5 hónapos vakáció. Idén minden eddiginél több diák nyaralhat a Balatonnál, Erzsébet táborban. Az ott alvós mellett a helyi napközis táborokat is megszervezik. A rászoruló gyermekek közben ezen a nyáron sem maradnak éhesen. A napi egyszeri melegétkezést a szünidőben is biztosítják az önkormányzatok. Felszabadult örömmel hangos kiáltással vetettek véget hivatalosan is az idei tanévnek a nyíregyházi Bethlen iskola tanulói. Júliustól azonban többen visszatérhetnek az intézmény falai közé azok, akik jelentkeztek táborozni. Pedig Erzsébet táborokat fogunk szervezni, tehát ismét nyertünk Erzsébet tábori pályázatokkal, és 4 héten keresztül összesen 6 csoportunk lesz. Lesz 2 60 fős csoportunk és 4 40 fős csoportunk ezek alatt a hetek alatt. Első osztálytól 6. osztályig vártuk ide a jelentkezőket, várjuk, de már jelentkezni nem lehet, tehát lezárultak a jelentkezések. Nagyon népszerűek a nyári Erzsébet táborok. Minimális költséggel nagyszerű ellátást kapnak a diákok, 100 forintjába kerül egy napra a szülőnek egy ilyen foglalkozásokban. Benne van napi 4-szeri étkezés plusz a foglalkozások, tehát egy nagyszerű lehetőség, amit ebben az évben is sikerült elnyernünk. Ebben az évben is megtartják az ott alvós Erzsébet táborokat. A programok ezúttal is folyamatosak és színesek lesznek. Különféle foglalkozások biztosítják a vasárnaptól péntekig táborozó gyermekek kikapcsolódását. Ebben az évben befejeződik az Erzsébet táborok felújítása, Zánkai és a Konyódligeti, valamint az erdélyi táborhelyünk is elkészül, ezért nem csak a komfortnak a minősége és a szolgáltatások mennyisége növekedik, hanem a férőhelyeink is közel duplájára növekednek, úgyhogy ebből következőleg nagyon remélem, hogy mindenki, aki jelentkezik, el tud jutni az Erzsébet táborba. De ha nem, az is valahol egy jó hír, mert az azt jelenti, hogy talán jól csináljuk a dolgunkat, mert hogy többen szeretnének jönni, mint ahány helyet tudunk biztosítani. Az Erzsébet táborokban tavaly több mint 130 ezer gyermek tudott részt venni. A legnépszerűbbek az ott alvós táborok, amelyekben idén is több mint 40 ezer iskolás vehet részt. Ezen kívül a napközis táborok és a családi Erzsébet táborok is folyamatosan várják a fiatalokat több helyszínen. Az Erzsébet táborokban nagyon sokat fordítottunk arra, hogy az infrastruktúra is megfelelő legyen, és talán sokkal többet is beszélünk erről, hiszen ezek kézzel fogható, látható dolgok, hogy milyen szép táborhelyek készülnek el. De mi az elmúlt 5 évben nagyon komolyan dolgoztunk azon, hogy fölépítsünk egy olyan szervezetrendszert és egy olyan programstruktúrát, amiben tartalmas és profi programokat tudunk adni a gyerekeknek. Tehát már szeptemberben elkezdődik a következő év tervezése, és ez alapján áll össze, hogy az Erzsébet táborokban, mind Zánkán, mind Fonyódligeten naponta közel 60 programból tudnak választani a gyerekek. Itt a digitális világon keresztül, a kutyás bemutatón át, a színházi előadásokig gyakorlatilag mindenre kell gondolni. Ezen kívül van sárkányhajózás, sétahajózás, és természetesen a strand. Tehát
gyakorlatilag minden, majdnem minden érdeklődő gyereknek tudunk programot mondani. Hogyha most ebből még kiemelek, hirtelen eszembe jött például a Fővárosi Nagy Cirkusszal cirkuszanimációs programunk lesz, az azt jelenti, hogy nem cirkusz előadást látnak a gyerekek, hanem maguk próbálhatják ki a különböző cirkuszi mutatványokat, vagy különböző cirkuszi kellékeket. De a Nemzeti Színháznak a Déréné programjával is együttműködünk, ahol pedig színházi előadásokat láthatnak a gyerekek. És alapvetően a program az öt alapérére építjük föl. Ebbe ugye a kultúra, a magyarság, a tudomány, a sport és a kereszténység témaköré építjük a programokat. Ezeknek egy-egy tematikus napja is van, tehát mi nem tematikus táborokat tervezünk, hanem a tematikákat hozzuk be a táborba. A KEDD az például egy sportág választóhoz hasonlóan az országos sportszövetségeknek a bemutatója, tehát különböző sportágakat próbálhatnak ki a gyerekek. Szerdán meg ki tudnám emelni minden héten szerdán a Hősök napját, ahol a rendőrség, a katonaság, a mentők, a tűzoltóság munkáját ismerhetik meg a gyerekek. Itt gyakorlatilag a Gripen szimulátortól kezdve a lézertek pályáig minden elérhető számukra, és a napot az pedig egy látványos akcióval szoktuk zárni. Az Erzsébet táborok mellett a napközis táborok számos lehetőséget biztosítanak az aktív kikapcsolódásra, a fejlesztésre és élménydús vakációra. Nyíregyháza önkormányzata ebben az évben a Nyír VV Nonprofit Kft.-t bízta meg a nyári városi táborok megszervezésével és lebonyolításával. A nyíregyházi önkormányzat lehetőségét biztosít az idei évben is a nyíregyházi lakhelyű általános iskolás gyerekek részére a nyári táborozást. Valóban ebben az évben a Nyír VV Nonprofit Kft. Kapta meg ezt a feladatot, hogy a nyári táborokat megszervezze, a gyermekek jelentkezését koordinálja, valamint későbbiek folyamán a gyermekek biztonságos utaztatását és étkeztetését is biztosítsa. Fel vagyunk készülve erre a feladatra. 4 helyszínen, 8 turnusban közel 2000 gyermek vehet majd részt a táborokban, és szerintem egy nagyon látványos és egy nagyon tartalmas kikapcsolódási lehetőséget tudunk ezzel biztosítani gyerekek számára. A táborok június 21-től augusztus 13-áig különböző turnusokban zajlanak. A szülőknek ezekben az önkormányzati napközis táborokban a 3000 forintos étkezési díjat a törvényi előírásoknak megfelelő kedvezmények figyelembevételével kell megfizetni. 4 helyszínen, Nyíregyházán, a Józsa táborban, a Józsa András Múzeum táborában, a Múzeumfaluban, a sportcentrum táborában, a sporttáborban, valamint a mindenki számára ismert Kisvakon táborban tölthetik el a gyerekek a nyarat, és a teljesség igénye nélkül egy pár olyan programot mondanék most, méghozzá a Józsa András Múzeum által szervezett táborban egy régészeti feltáráson is vehetnek részt a gyermekek. A Múzeumfalu táborában különböző népművészeti szokásokat, népművészeti alkotásokat készíthetnek a gyerekek. A Kisvakon táborban nagyon sok gyermekek számára készített meglepetés, valamint hát ilyen társas játék az, amin részt vehetnek. A sporttáborban pedig különböző sportokba kapnak betekintést a gyermekek, azáltal, hogy részt vesznek a táborban. Elképzelhető, hogy akár úszás, kézilabda, röplabda és kosárlabda szekciókat is fognak majd indítani. Az Erzsébet és az önkormányzati táborok mellett országosan jelenleg mintegy 700 különböző tematikájú táborok közül válogathatnak az érdeklődők a vakáció idejére. Anyagi vesztesség pedig senkit nem érhet. A foglalókat ugyanis mindenkinek visszaadják, ha váratlan helyzet alakulna. A szakember szerint fontos, hogy körültekintően válasszunk tábort a gyermekeink számára. A legfontosabb az, hogy jogilag rendezett hátterű tábort válasszunk. Ez azt jelenti, hogy olyan táborszervezőt választunk, amit egy vállalkozás, egy alapítvány, egy egyesület irányít,
és például az előlegről már kapunk számlát. Ez azért nagyon fontos, mert ezektől a vállalkozások számíthatnak hatósági ellenőrzése is. Innentől kezdve mi szülőként elvárhatjuk, hogy minden szigorú egészségügyi és biztonsági szabályt betartanak ezek a táborvezetők. Innentől kezdve a gyermekünk biztonságban van, egészségesen megy, és élményekkel telve egészségesen is tér haza. Ellenben, hogyha a szürke vagy fekete gazdaságból választunk, ahol számla sincs, hivatalos papír sincs, ott azért kérdéses, hogy ezek közül milyen szabályokat tartanak be. Mi ezt a fajta előszűrést a szülők helyett a táborfigyelőnél elvégezzük, azaz nálunk ez a több mint 700 tábortúrnus, ami meg van hirdetve, ez csak és kizárólag olyan táborokból áll, amiknek rendezett a jogi háttere, és ezeket az egészségügyi és biztonsági szabályokat betartják. De hogyha a szülők esetleg más platformon, máshol keresgélnek, akkor én azt kérem, hogy nagyon-nagyon óvatosak legyünk, bátran kérdezzünk, és hogyha egy picit is úgy érezzük, hogy valami nem stimmel, akkor azt a tábort inkább kerüljük el. Nem mindenki engedheti meg magának a nyaralást és a táborozást. Van olyan család, ahol az is nagy segítség, hogy meleg ételt kaphat a szünidő alatt az iskolás gyermek. Ebben az évben is egyszeri meleg főétkezést biztosítanak ingyenesen az önkormányzatok a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A jogosultak számára az étkezést házhoz szállítják, így csökkentve az utazás költségeit. A szociális szolgáltatás a gyermekek 18 éves koráig vehető igénybe. Jelenleg 730 gyermek jogosult, valóban ugyanúgy, mint ahogy a korábbi években is biztosítjuk a hátrányos, illetőleg halmozottan hátrányos gyermekeknek a napi meleg ételt, tehát ez egy egyszeri adag ételt, meleg ételt jelent, és házhoz szállítással biztosítjuk. A 730 jogosult gyermekből csak 500 gyermek szülője jelezte eddig, hogy kéri a nyári szünet időtartamára, azonban felhívnám a jogosultak figyelmét arra, hogy bármikor meggondolhatja a szülő, és hogyha benyújtja a kérelmét, akkor a szünidőbe, bármikor, amikor kéri a hátralévő időszakba, tudjuk biztosítani a számukra. A szünidő hasznos eltöltése érdekében több lehetőség közül választhatnak a családok. Új elnököt neveztek ki nemrég a nyíregyházi törvényszéken. Dr. Vadász Mihály eddig elnök helyettesként tevékenykedett, ugyanitt korábban pedig dolgozott a Városi Járásbíróságon is. Kinevezése 6 évre szól. Köszöntöm a stúdióban Dr. Vadász Mihályt, a nyíregyházi törvényszék új elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást. És egyúttal gratulálok is. Egy köszönöm. Picit visszatekinthetünk az eddigi pályájára. Mikor kezdte a jogi pályafutását, és milyen állomásokon jutott? Én 1994-ben végeztem a Miskolci Egyetemen. Kerülő úton kerültem a bírósági szervezetbe. Én ügyvédjelölt voltam egyetem után itt a Nyíregyházi egyes számú ügyvédi irodában, ami egy igen jó iskolának bizonyult. Ezt követően egy rövid ideig, közel 2 évig ügyvédként dolgoztam, és 1999. február 1-től dolgozom bíróként a Máté Szalkai, akkor városi bíróságon kezdtem a pályámat. 2007. március 1-ben egy napjával helyeztek át Nyíregyházára, ahol csoportvezetőbíró lettem, a szabálysértési csoport munkáját irányítottam. Ezt követően lettem a Nyíregyházi Járásbíróság elnök helyettese, és 2015. július 15. napjától voltam a Nyíregyházi Törvényszék elnök helyettese, egészen EHO 15. napjáig, amikor a Országos Bírósági Hivatal elnöke a törvényszék elnökévé nevezett ki. Azt a bizonyos ügyvédi praxist, annak a szemléletét hogyan tudja hasznosítani bíróként? Én azt mondom, hogy nagyon hasznos, ha mást is lát, különösen a fiatal pályakezdő jogász, de meg kell mondjam, hogy ott is igazán a bíróságon tanultam, hiszen ott az a nagyforgalmú ügyvédi irodából napi 6-7 tárgyalást láttunk el. Tehát igazából a bíróságon tanulta az ember a szakmát, és a délután, az esti órákban pedig a neves ügyvéd uraktól, hölgyektől. Milyen változást fog hozni az, hogy most már nem helyettes, hanem elnök a Nyíregyházi Törvényszéken? Hát, egyetem, mekkora mozgástere van? Kétségkívül nagy változás. A megyei ítélkezést irányítani. Ugye, mint elmondtam, azért a vezetői ranglétrát fokozatosan végigjártam, tehát több vezetői szintet töltöttem be az elmúlt években,
de valóban ez számomra is új, hogy első számú vezetőként kell helytállni. Én abban bízom, hogy a már meglévő vezetői tapasztalataimat tudom hasznosítani, és így eredményesen tudom ellátni a feladataimat. Amennyire tudom, több pozíción is változás történt. Hogyan látja a vezető bírói csapatot? Igen, azt kell mondjam, hogy mozgásban van jelenleg a törvényszék vezérkara. Elnökhelyettesi tisztségem megszűnt, így az elnökhelyettesi pozíció jelenleg betöltetlen. Pályázat útján ennek betöltése folyamatban van. Ennek tulajdonképpen a záró szakaszában vagyunk. Az elnökhelyettesi tisztségre pályázó kolléganőt az összbírói értekezleten a bírák többsége támogatásáról biztosította. A törvényes rend szerint az Országos Bírósági Hivatal elnöke ezt követően meghallgatja a pályázót, majd dönt a kinevezéséről. Remélem, hogy ez eredményes lesz. Ezen kívül a polgári ítélkezés irányítása, ami éppen alakulóban, változóban van, a polgári kollégium vezetőjének a mandátuma lejárt, azonban a veszélyhelyzeti szabályokra figyelemmel jelenleg is betölti a tisztségét. Ő az álláshelyére már nem pályázott, egy új pályázó van erre az álláshelyre, ugyancsak az ő meghallgatása és a Országos Bírósági Hivatal elnökének a döntése még, ami szükséges. Nagyon remélem, hogy ez eredményes lesz. Vannak már kinevezett nem rég regnáló vezetőink, így a gazdasági kollégium vezetője Varjas Erika asszony, aki december 1 napjától tölti be ezt a tisztséget. Tehát ő a gazdasági cégjogi ítélkezést, ügyintézést irányítja, illetve a büntető kollégiumban dr. Gunyát Zoltán úr, aki régi új vezető, december 1 napjától a második ciklusát kezdte meg. Milyen állapotban vette át a nyíregyházi törvényszéket? Úgy gondolom, hogy jó állapotban. Nyilvánvalóan az elmúlt egy-másfél évben történtektől mi sem tudtuk függetleníteni magunkat, nem is lehetett, tehát nem várt és előre nem látott nehézségek közepette, kellett az ítélkezést eredményesen, időszerűen folytatni, de összességében azt kell mondjam, hogy a kollégák helytálltak, az ügyintézésünk országos összehasonlításban is naprakész és magas színvonalú. Ez számomra egy nagy kihívás és feladat, hogy ezt megőrizzem, és ha lehetséges, akkor fejlesszem is ezeket az eredményeket. Talán egy új fejlemény, hogy csökkenőben van a büntetőügyek száma, illetve a bírósági perek Igen, száma. Így van. Milyen mértékben, és vajon milyennek az oka? Így van. Gyakorlatilag valamennyi ítélkezési területen csökkenésről tudok beszámolni. Ez több éves trend most már. A büntetőügyek tekintetében az én megítélésem szerint a javuló közbiztonság elsősorban, ami az ügyszám csökkenését eredményezte, illetve az új büntetőeljárási törvény több olyan alternatív lehetőséget ad, például az ügyészségnek is, a vádhatóságnak is, ami lehetővé teszi a bírói út elkerülését, tehát hogy ne kerüljön az ügy bíróságra. A polgári peres ügyekben az új eljárási törvény hatását még mindig érezzük, tehát kell az, hogy a jogi képviselők, ügyvédek, de az állampolgárok is megismerkedjenek az új törvénnyel, és annak megfelelő alkalmazásával terjesszék elő a kereseteiket, tehát ez, hogy úgy mondjam, csökkentette az érkezést, de ezt átmenetinek tekintjük, és nem hallgatható el, hogy a járványhelyzetben egészen biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan döntöttek úgy, hogy peres ügyüket majd később hozzák a jogasztala elé. Ha addig az élet meg nem oldja. Igen, ezeket a helyzeteket. Igen. Vannak-e fejlesztendő területek, vagy akár épületek fejlesztése? Mindig vannak, igen. Azt szoktam mondani, hogy talán nem is tudják a kedves nézők, hogy a megye egyik legnagyobb foglalkoztatója vagyunk. Közel 500 ember dolgozik a megyében a bírósági szervezetben. Vidéki városokban a megyében 5 járásbíróságunk van. Nyíregyházán működik a járásbíróság és a törvényszék. Tehát önmagában a szervezet működtetése is nagy feladatot ad.
Amit kiemelnék ebből az, hogy évek óta folytatjuk a fejlesztéseket, ezek látható eredményeket hoztak, ügyfeleink a bírósági épületekben is tapasztalhatják azt, hogy magasabb színvonalú kiszolgálás történik, ez tükröződik az épületek műszaki állapotában, az informatikai fejlesztésekben, tehát egy kellemesebb környezet, illetve kellemesebb munkakörnyezet a dolgozóink számára is. Itt vannak még feladataink, és szerintem hosszú távon lesznek is, ezen dolgozunk. Ami klímaberendezést kell, így van, ugye ebben a nagy hőségben számos klímával rendelkezünk, de nem eléggel, tehát vannak feladataink. Amit szeretnék még kiemelni, az a Kisvárdai Járásbíróság, ahol egy nagyon szép 20. század elején is bírósági célra épült épületünk van, azonban műszaki állapota rendkívül leromlott. Évek óta dolgozunk annak teljes átépítésén, átalakításán. Most jutottunk el oda, hogy a tervek elfogadottak. Nagyon remélem, hogy ebben a ciklusban a ügyfeleink is és a dolgozóink is egy szép, felújított, modern épületben tartózkodhatnak a jövőben. Dr. Vadász Mihály, jó munkát kívánok ebben az új pozícióban. Köszönjük szépen, köszönöm, és köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a 35 perc következő adását hétfőn láthatják, én mára megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok. Viszontlátásra!